1920. június 4-e. A magyar történelem egyik, hanem a legsötétebb dátuma. Ekkor írták alá hazánkra vonatkozó békeszerződést a Versailles-i Nagy-Trianon kastélyban, mely az ország számára hivatalosan is lezárta az első világháborút. A békediktátum Magyarországot és a magyar nemzetet aránytalanul nagy büntetéssel sújtotta. A szerződés értelmében a történelmi Magyarország megszűnt létezni. Területének kétharmadát elcsatolták. A győztes antant hatalmak nemzetállamok létrehozására hivatkoztak. Hát, valamit csúnyán benéztek. A békeszerződés ugyanis elsősorban nem kisebbségi nemzetiségeket csatolt az anyaországhoz, hanem magyarokat szakított el a hazájától. Pontosan olyan magyarokat, mint én. Mint a szüleim, a testvérem, az osztálytársaim, a szomszéd, mint mi, anyaországi magyarok. Közös a kultúránk, a történelmünk, közösek a hagyományaink, és ugyanazt a nyelvet beszéljük. A történelem úgy hozta, hogy nem ugyanabban az országban éljük mindennapjainkat. De attól még összeköt minket a múltunk, ahogy összeköt a jelenünk, és a jövőnk is összefog. Mindannyian magyarok vagyunk. Magyarul beszélünk, gondolkozunk, írunk, ahogy Kosztolányi is megfogalmazta. Tavaly a Határtalanul pályázat keretein belül lehetőségem volt 5 felejthetetlen napot eltölteni Erdélyben. Addig is tudtam, hogy ahol járunk, az javarészt színmagyar település. De átélni, hogy Budapesttől több mint 700 kilométerre is megértik, amit mondok, olyan felejthetetlen érzés volt, amire mindig emlékezni fogok. Ezek az emberek nem önszántukból élnek abban az országban, ahol. De bárhogy üldözték őket, bárhogy igyekeztek a beolvasztásukon, és sajnos sok helyen mai napig éri őket hátrányos megkülönböztetés, ők megmaradtak magyarnak, és büszkék a származásukra, a tradícióikra, a történelmükre. Büszkék rá, hogy magyarok. Hiába telt el Trianon óta 100 év, nem olvadtak be, nem tűntek el, nem hagyták el az otthonukat, és nem tagadták meg őseiket, ahogy az az ország, ahova kerültek, elvárta volna tőlük. Magyarok vagyunk. Büszkék vagyunk arra, ahonnan jöttünk, és éljünk bárhol, nem vagyunk hajlandóak elfelejteni azt. Történelmünk hányattatott volt, de még mindig újra felálltunk. Jöhetett tatár, török, Habsburg vagy szovjet, a magyar nemzet mindig újra élet hamvaiból. Mindig küzdött a szabadságáért, a magyarságáért, és ezt a magyarságot mi nem adjuk oda sem ígérgetésnek, sem fenyegetésnek. Sem szép szóért, sem durvaság ellenében. Mert elfut a víz. És csak a kő marad. De a kő marad.